Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futball Cartoon. A mai videóban pedig ismét egy Panini Adrian XR Road to Russia 2018-as videó lesz, méghozzá egy mérkőzés, ugye nem régiben volt ez a konfederációs kupa, ahol is Chile-Németország döntő volt, és én most ezt szeretném lejátszani. Németország nyert 1-0-ra, és akkor nézzük a szokásos felállásban. Első félidő két csomag, második félidő két csomag. Így néz meg a hosszabbítás, hogyha arra kerülne a sor. Na de ez az alap. Tehát bármilyen Chile vagy német játékos nyitok, bármilyen expert, fans favorite vagy ilyesmi kártya, akkor az a csapat szerzett egy gólt. Ennyire egyszerű, nem ragozzuk túl. Nézzük is, tehát Chile, Németország. Első pak. Azt mondja, egy Ivan Rakitic, fans favorite kártya, Mertens, David Silva, Hovland, Koke, illetve egy Sainsbury. De egyik se chilei, vagy német. Megyünk is tovább, egyelőre nincs gól. Na, jó lenne kinyitni a csomagokat. Gyorsabban haladnánk. Úgyni, meg is van. Christian Eriksen. Fordítunk egyet. Carlos Sanchez. CDB. Popa. Egy új-zélandi Gerem, illetve Satov, egy orosz játékos. Tehát az első félidő 0-0-val fejeződik be. Megyünk is gyorsan a második félidőre. Nézzük, itt lesz-e valami. Ezek a csomagok nem akarják megadni magukat. Lehet, hogy itt ollóra lesz szükségünk. Kezdenek nagyon összeállni. Viszont hát, ha ez az ollós nyitás valamelyik csapatnak szerencsét hoz. Nem, egyelőre csak az argentinoknak. Gonzalo Higuain személyében. Arias. Eklassen. Lustig. Eriksen, illetve egy finn srác. Semmi. Egyelőre se német gól, se chilei. Utolsó pak. Megnézzük, hogy hoz-e valamit. Egy Joe Allen. Ó, bocsánat, Ledley. Os, ott van! Thomas Müller, elakad a szavam, már beszélni se tudok, de itt a gól. Thomas Müller személyében, ugye ön nem volt kinn a konfederációs kupán, mivel a német csapat egy ilyen elég erős B-kerettel indult, de végül is itt a Road to Russia sorozatban Thomas Müller góljával vezet Németország, utána jön Rooney, Smolnikov, Miranda és Ödegaard, tehát semmi más gól nincsen. Úgy néz ki tehát, hogy a németek végül is az utolsó pillanatban egy Thomas Müller góllal eldöntötték a mérkőzést. Mutatom a kódját a győztes csatárnak, aki végül is eldöntötte a mérkőzést. Köszönöm, hogy itt voltatok. Kódokért cserébe nézzetek rá a Facebookra, ki lesznek pakolva oda majd véletlenszerűen bizonyos időpontokban. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett, iratkozzatok fel, mert lesz még ilyen mérkőzés, írjátok meg ti, mit látnátok szívesen. Sziasztok!